Én most itt Máriahalmon előadom azt a 432 hercet, amit eltitkolnak tőlünk. Tudjuk, kik titkolják el azt, hogy ne tudjuk azt, hogy a 432 herc a föld szívcsakrájának központi csatlakozása. Kitehetem a YouTube-ra. Igen, rakja a YouTube-ra. Tehát itt igazából erről van szó, yeah, hogy ha minden szív egyszerre dobban, akkor azt úgy hívják, hogy supraventrikuláris tachikardia. Azta. Te, én most megszólaltatom. Ezt csak azért hagytam, hogy legyen vágni. Genetikus mezőből lecsatornázott rezgése. Ez az, ami 7 Hz. Azt mondta, képzeld el, hogy Marci, én vagyok a lelkiismereted. És ez egy tök ismeretlen gyerek volt. Azért ez nagyon durva. Na mindegy, akkor most még egy 7 hercet szeretnél? Légy szíves, még egy utolsó 7 hercet. Nagy levegő. Természetben mindenütt, így az ősi kultúrákban is fellelhető a 432 herces rezgés. Hogy miért érdekes ez? Előzetesként annyit, hogy bizonyos erők és szándékok tudtunk és beleegyezésünk nélkül áthangoltak bennünket. Bizonyos zenei egyetemek esztétika óráin talán még ma is szó esik a kínai birodalom sárga harangjáról, amelynek meghatározott hangmagassága, rezgése, államérdek szinten meghatározott mérce volt minden hangszer hangolásának alapja. Ehhez szorosan kapcsolódik az ősi ötfokú kínai zene szellemi tartalma. Az öt különböző rezgésű hang mindegyike egy-egy minőséget fejezett ki. Elemek, bolygók, napszakok, szeretet, igazságosság. Amikor egy másik korszak császárai önkényesen megváltoztatták a sárga harang hangulását, a birodalom helyzete is megváltozott, és nem előnyére. De térjünk vissza Európába. A 19. és 20. század fordulója a korabeli zenekarok hangszereit is fokozatosan áthangolta. Az áthangulást kezdeményező szervezetek és egyének neve nem titok. Például Goebbels, a náci birodalom propaganda minisztere, nemzetközi egyezményben akarta rögzíteni az új 440 herces hangolási értéket. Ez a kísérlet akkor kudarcba fulladt, de tény, hogy Herbert von Karajan, szintén a náci párt tagja volt, később világhírű karmester, a berlini filharmonikus zenekart 40 évig ezen áthangolás mentén dirigálta. Mindez igaz az amerikai és az osztrák zeneiparra is, hiszen ők már az 1953-ban megszületett ISO 16 vagy ISO 16-os szabványrendelet előtt is ezt a hangolást alkalmazták. Ma mindössze két kamara együttesről tudunk Nyugat-Európában, akik a régi módon hangolják hangszereiket, és így játékukkal a legteljesebb zenei élményben részesítik a közönséget. Természetesen mindez csak akkor válik élményé, ha élőben halljuk az igazi, a 432 herces hangolású hangszereket. Az itt következő rövidfilm német főszereplője saját készítésű hangszerével teszi ugyanezt. Miért rohanunk? Miért rázzuk a lábunkat a türelmetlenség biztos jeleként? Mi ez az általános nyugtalanság, mely az évtizedek múltával csak egyre fokozódni látszik? Sokan távoli vidékekre menekülnek, új életet kezdenek, mielőtt bekattannának. De mindenki nem léphet le. Mégis mit tehetünk még? És egyáltalán, mi folyik itt? Bennünk és körülöttünk. Most ez a rövid film talán hozzájárul a homályoszlatásához. Hála e német fiatalembernek, aki megosztotta velünk munkája értelmét.
Körülbelül 3-4 vagy 500 évvel ezelőtt az emberek jól be voltak hangolva, függetlenül attól, hogy szegények voltak vagy gazdagok. Jelenleg olyan sok televízió, maroktelefon, szatellit létezik, és ezeknek a rezgései valószínűleg igen komoly stresszt idéznek elő a testünkben. Aztán ott a rossz táplálkozás, a túl sok kávé, alkohol és a dohányzás is. Szóval jól behangolt emberekből szerintem keveset találni. A 128 Hz-es C-t tartom a Földünk alaphangjának. Hogyha mind kisebb és kisebb, tehát oktávonként mennénk mind lejjebb és lejjebb, akkor elérjük a másodpercenkénti egyrezgést, a Földünk alaphangját. És ez benne van ebben a 432-esben. Én korábban méhészkedtem, és a hangvillámmal mértem, hogy a kaptárban egész pontosan a 128-as C zeng. És ha egy kicsit kevesebb, akkor valami a méh családdal nincs rendben. Mindez tény, mert tőlem függetlenül létezik. Megváltoztatni nem tudom. Tehát van értelme, és az az érzésem, hogy ez egyfajta gyógyító hullámhoz. Létezik egy figyelemreméltó kísérlet. Ugye az állatok nem tudnak gondolkodni, és a növények sem. Ebben a kísérletben a teheneknek Bachot játszottak. 440-es frekvencián. Ez az átlag CD lemez. És a nagy istállóban a tehenek igen nyugtalanul reagáltak. Látszott, hogy nem tetszik nekik a zene. Tejet is kevesebbet adtak. Egy hét múlva ugyanazt játszották le nekik, ezúttal 432-es hullámhosszon, és merőben más volt az eredménye. Ezek a buta állatok, akik sosem hallgatnak Bachot, vagy elemeznek klasszikus zenét, elképesztő nyugalomban hallgatták a felvételt. A Fliedner és a Havelhoff klinikán Berlinben, és az Ita Wegmann klinikán Dornachban már sok éve dolgoznak ezen. Néhány embernek azt ajánlottam, hogy altató helyett próbálja ki a Tao lírát. És hihetetlen volt. A St. Gallen-i Paracelsus klinika orvosa, hadd ne mondjam itt ki a nevét, először látott illetében lírát. Amikor oda mentem hozzá egy hölgypácienssel, akinek be kellett mennie egy különleges szobába, a testét teleagadták elektródákkal, amelyek mobilon keresztül kapcsolódtak egy nagy számítógéphez, én pedig líráztam rajta. És miközben játszottam, bejött az orvos, mert épp volt egy kis ideje, és megdöbbenten figyelte a hangot. Sokan érdeklődnek, hogy tartok-e kezeléseket, vagy táplálok egy gyógyerőket a páciensek testébe. Ilyenkor nemleges választ adok. Kezelek. Igen, kezelésnek hívjuk, és az is lehet, hogy itt gyógyító energiák is közrejátszanak, de valójában csak ennek a hangszernek a hangja van jelen. Az érintésből, a test érintéséből közvetlenül jövő rezgés rezonálja be a testben a sejteket, a vizet, a vért, a keringést. És miként tudjuk, hogy a rezgés ötször sebesebben terjed a vízben, mint a levegőn, valamivel 1400 millisekundum felett szemben a 333 millisekundummal, vagyis nagyon gyorsan. Ezek a rezgések mind egyszerre léteznek, a test sejtjei pedig valamiféle láthatatlan bölcsességgel tudhatják, melyik a számukra szükséges rezgés, és azzal tartanak. Tehát tulajdonképpen mindig történik valami. Talán gyógyításnak is hívhatjuk ezt, de ez nem az én gyógyításom. Nem én gyógyítom az embereket. Én a mindenütt jelenlévő bölcsességnek adok teret. Ha az emberek nyitottak, hogy elfogadják, akkor kapnak valamit, és azt nevezhetik gyógyításnak is. Egyféle váltópont volt, mert életemben először ekkor voltam Japánban, és ezen első látogatás alatt értettem meg, hogy mi is az én igazi feladatom a lírával. Jelen pillanatban a munkám origója, hogy képes vagyok ezt az eszközt, ezt a hangszert, a lírát összekapcsolni a fákért végzett munkámmal. És sok embernek ezáltal egy új látásmódot is adni. Szerintem
Ez az én feladatom. Az első évben nagyon sokan jöttek kezelésre. Egyeseket névről is ismerek. Férfiak, nők, vegyesen. Japánban nagyon sok nő, ugyanúgy, mint Európában, egyedül neveli a gyerekét. Ma már legalább 10 olyan nőt ismerek, aki mindössze a líra, esetleg más apróbb hangszerek segítségével maga is gyógyít, és abból tartja el magát. Szóval ők teljesen új életet kezdtek. Ismerek egy gazdag arab vállalkozót is, aki abba hagyta a munkáját, miután találkozott először a hangszeremmel. Most pedig a felesége dolgozik a céggel, ő pedig csak a hangszerrel van elfoglalva. Igazán nagy változás ez. A hangszereim legszebb része, szerintem, ha az ember valamilyen hangszeren akar játszani, vegyük például a hegedűt. Hát bizony sok év napi gyakorlása teszi csak lehetővé, hogy akár egy kis dallamot is eljátszon rajta. Ugyanúgy, ha gitárt vagy bármi más hangszert akarunk megszólaltatni, mindig számolnunk kell a napi szintű gyakorlással. Ráadásul kottára is szükség van. Nos hát, ez a kis taolíra, vagy általában a gyógyhangszerek nem igényelnek gyakorlást vagy tanulást. 5 perc alatt elsajátítható az, ahogyan a lírán játszani kell. További 10 perc pedig a hangolás módját fedi le. Természetesen kell ahhoz egy kis gyakorlat, hogy szépen be tudjuk hangolni, ezt pedig segíti egy kis elektromos hangolókészülék, mint egy kis számítógép. Bárki által megtanulható, lehet az illető 70-90, vagy akár 5 esztendős is. Úgy is fog tudni rajta játszani. Csak egy újra van szükség, a dallam már ott van. Tehát minden egyes ember előtt nyitva áll a lehetőség, hogy játssza ezt a varázslatos zenét, ha akarja. A rendes klasszikus hangszerek, mint a hegedű, gitár, lant és sok más hangszer is üreges építésű. A zongora is dobozszerű, fa veszi körbe. És a húros hangszereknél egy keresztirányú rezgés van a hangszer teteje és alja között. Itt található egy kis fadarab, amely igen fontos szerepet tölt be. A lélek, németül zéle. Hegedűnél, csellónál, minden vonós hangszeres muzsikus ismeri ezt. Az én hangszerem teljesen más. Nincs se doboz, se belső. Emiatt nincs itt jelen semmilyen keresztező rezgés. Tehát teljesen nyitott ez a hangszer, a líra. Nagyon fontos, hogy a vésőmmel a fa növekedési irányával szemben véssek. Aztán pedig vízszintesen is. Hogyha mikroszkóppal megvizsgáljuk, azt vesszük észre, hogy a faragó technikának köszönhetően a fa ki van nyitva. Persze igen éles vésőre van szükség, de ezeket a domborműves formákat nagyon könnyű kialakítani, mert szembe vés az ember. Tehát ez lehetséges. A felületet végül egy lakkal kezelem, de ez nem vegyszer alapú, hanem alkoholban oldott gyógynövények, például a propolis a méhektől, vagy rozmalingolaj, így a borítás nem szintetikus, hanem kissé nyitott, ugyanakkor kristályos és kemény. Úgyhogy 30 évig is tartja magát változatlanul. Nem egy zárt doboz. Ha rácseppent a víz, és az ember nem törli le, akkor bizony foltos marad. Az ugye nem szép. De burkolat az van rajta, mintha a hangszer bőre lenne. Az élő rész a fa belsejében található, tehát a fa benső rezgése a legfontosabb dolog. Ezzel szemben a hegedűnél a keresztirányú mozgás a leglényegesebb tényező. A levegő ereje a két kis lyukon tör elő, és a fában lévő rezgésnek nem jut nagy szerep, mert a lemez vékonysága miatt igen csak kevés. The contact with me is very easy. They can send me an email.
Nagyon könnyű velem kapcsolatba lépni. Írhatnak a drótpostán, Marius Leierbauként megtalálnak a Facebookon, és természetesen nagyon sok barátom van, közülük számos japán is. Ott pedig sok szép képeket lehet látni. Nálam a Facebookon is rengeteg fénykép és videó van különböző eseményekről, vagy egyszerűen csak írjanak egy e-mailt. And you find it also on Facebook, Marius Leierbau, very easy.